Jó. Már a második évben kerül megrendezésre a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara és a Kecskeméti Szakképzési Centrum közös szakitábora. Idén a nagy érdeklődésre tekintettel két turnust is megszerveztek, hogy minél több diák ismerhesse meg a szakmák feladatait. Megtetszett a szerszámkészítő szakma, és itt jobban megszerettem, mert fémekkel dolgoztunk. Tetszik, mert van benne kihívás, viszont eleinte féltem tőle, hogy elrontok valamit, mert nem lehet ugye kijavítani. Hogy ne érjen össze, el fogom húzni a vezetéket. A Gáspár András szakközépiskola és szakiskola tanműhelyében kipróbálhatták az eszközöket és gépeket, a varró műhelyben próbára tehették kézügyességüket, illetve belekóstolhattak az elektronikai műszerészi ismeretekbe. Az elvégzett feladatoknak komoly hatása volt a gyerekekre. Segített ebben, hogy megtaláljam azt a munkát, amivel én foglalkozni szeretnék életem során. A tábor célja, hogy segítse a hetedikes gyerekeket a minél pontosabb és könnyebb pályaválasztásban. Ennek megfelelően építették fel a tábor programjait. A programjaink két részre oszlanak. A délelőttökben megismerjük a szakképzési centrum képzőhelyét, iskoláit, interaktív módon, különböző feladatokon keresztül, játékosan. Délután pedig gyakorlatban ismerkedünk meg a szakmákkal, igyekszünk a délelőtti iskolához párosítható cégekhez elmenni, ahol szintén interaktív módon tevékenyítve ismerik meg a cégeket és a szakmákat. A csütörtöki nap délutánját a Phoenix Mechano Kecskemét Kft. Tanműhelyében töltötték a diákok, ahol a cégnél használatos eszközökkel ismerkedhettek meg. Most itt a Phoenix Mechanóban telefontartót készítettünk, és hát nagyon érdekes volt és izgalmas, sokan segítettek munkások itt, úgyhogy érdekes és élménnyel teli volt ez nagyon. Itt a Phoenix Mechano nekem nagyon megtetszett, az elején vetítettek nekünk egy kis filmet, és azokban elhangzottak, eléggé megkedveltették velem ezt a helyet. A tábor és a résztvevő cégek hatékony együttműködését jól mutatja, hogy a jelenleg duális képzésen tanulók között van olyan diák, aki a szakitáborban ismerte meg jelenlegi hivatását. 4 éve történik a szakmunkás képzés duális formában, tehát mi tudjuk azt, hogy milyen ezzel lehet jó képességű gyerekeket megszólítani, és ez egy ragyogó dolog, hogy a kamara elkezdte ezt a pályaorientációs kezdeményezést, aminek keretén belül gyerekek jönnek hozzánk, hetedikes gyerekek jönnek hozzánk, egész Kecskemétről úgymond, és meg lehet velük ismertetni, hogy a vállalatot, magát, a szakmát, a tanműhelyt, és a gyerekek megtapasztalják azt, hogy ez nem is annyira idegen világ, tehát nem egy rossz dolog szakmát tanulni. A szervezők és a cégek is nagyon jól tudják, hogy manapság leginkább az interaktív programokon és a gyakorlati bemutatókon keresztül lehet átadni a fontos ismereteket. A pályaválasztás előtt álló gyerekeknek így nem egy papír alapú felsorolás alapján kell dönteniük a jövőjükről. A visszajelzések azt mutatják, hogy a precíz szakmaválasztás miatt még pályaelhagyó diákból is kevesebb lett városunkban.